Sebők László Szabolcsban, Székely térségében gazdálkodik, mintegy 200 hektáron, aminek kétharmadán kukoricát termeszt. Ez a napraforgó és a búza mellett messze a legfontosabb növény, ami a vállalkozás bevételének jelentős részét adja. A KVS-szel egy 2 éves kapcsolatunk van. Ez talán nem mondható túl hosszúnak, de elég sok fajta bemutatót végignéztem. Ugye Szabolcsban gazdálkodunk. A talajaink nagyon heterogének, ennek megfelelően kell fajtát választani. Ugye nagyon fontos az, hogy a szárazságot jól tolerálja. Ebben pedig a KVS hibridjei kiválóak, amit az idei évben a KVS Durango is bizonyította a Teszt Akadémia kísérletben. Nekem nagyon jó benyomást keltett, nagyon szép vaskos csöveket produkált a Durango. Én úgy gondolom, hogy a következő években is egy jó választás tud lenni. A 18-as ősz egy nagyon csapadékszegény időjárást produkált. Egy csapadékszegény tavasznak indultunk neki, több mint egy hónapig nem esett semmilyen csapadék. Ennek ellenére a Durango nagyon jól tolerálta a viszontagságokat. A területeinkből kell kiindulni, de én merem állítani, hogy bőven 100 mázsás termés átlag felett kell gondolkoznunk. Viccesen meg is jegyeztem, hogy vennem kell egy másik pótkocsit, mert nem tudjuk behordani a szemmennyiséget. Azért merem ajánlani a gazdatársaknak a Durangót, mert hosszú termés idejéből kifolyólag nagy potenciál van benne a termés tekintetében. Ennek ellenére nagyon jó a nedvességleadó képessége is. A KVS Durango kukorica hibridről további információt a KVS Magyarország Kft. Munkatársaitól tudhat meg. Keresse területi képviselőjét!